Elszálltak az árak az autóiparban, jóval nagyobb költségbe kerül egy alkatrész, egy javítás, vagy akár egy szervíz, mint az elmúlt években. Észrevehető, hogy az ünnepi időszakokban kevesebben döntenek úgy, hogy használt autót vásárolnak, de ez visszatérő tendenciának nevezhető, nyilatkozott a szakember. Müller Zoltán, a Nestorsped Kft. Ügyvezetője elmondta, olyan közkedvelt márkáknál érezhető lényeges emelkedés, amiket gyakrabban keresnek az ügyfelek. Ilyenek a családi egyterűek és a városi terepjárók. Most egy kicsit így az ünnepek előtt visszaesett az eladás, valószínűsíthető azért, mert ugye mindenki inkább a húsvétra készül, ez amúgy karácsony előtt és bármilyen nagyobb ünnep előtt, akkor általában az emberek nem autót vásárolnak, hanem egyebeket, azt, amit összegyűlött pénz, utána azokat elköltik azért általában autókra. Most az eladhatóságra igazából, meg az árakra, amit mindenki mondta, az utóbbi időben elmentek. Én azt tudom mondani, hogy szerintem azoknak az autónak az árai mentek föl, amit igazából jobban keresnek, és ami úgy nagyon kifogyott most. De az átlag autók, ami nem annyira keresett, azoknak igazából nagyon nem változott úgy az ára. Most amit el tudom mondani, hogy fölmentek az árak, igazából az euró árfolyam is, ami az idő alatt azért nagyon elment, az alkatrészeknek az árai, a javításoknak az árai, és bármi, ami az autóval kapcsolatos, igazából minden többe kerül. Tehát nem maga konkrétan az autó, nem a kereskedő zsebében marad ez a haszon, hanem nekünk is azt ki kell fizetni ahhoz, hogy elkészüljenek az autók is, ugyanolyan állapotú, normális elkészített autókat tudjunk adni, mint előtte. Majd elárulta, milyen nehézségekkel kell szembenéznie használt autóvásárlásakor az embernek. Nagyon sok ember van, aki azt mondja, hogy hú, hát ez nagyon jó autó, fiatalember, 3 éve nem költöttünk rá egy forintot se. Na most azért ezek az autók azért lehetett volna rákölteni. Most nagyon sok ember nyilván nem is tudja, ami nem érzékeli, hogyha nem olyan szerelője van, vagy esetleg olyan hibája is van, hogy a szerelőnek nincs kedve megcsinálni, mert van egy sokkal egyszerűbb munka, amivel pénzt tud keresni, azért inkább azt csinálják meg, és vannak azért minden autónak, azért vannak problémái. Nyilván, aki nem ezzel foglalkozik, lehet, hogy nem is veszi észre, de összességében azt lehet mondani, hogy nem rosszak a magyar használt autók, de azért igazán érezhető ez, hogy most nem kell az autóra a műszaki vizsgát csinálni, most már elég régóta, és az emberek nem is úgy viszik el az autót szervizre. Mert azért, aki nem ért az autóhoz, az elvitte egy műszaki vizsgára, ott azért mondták, hogy mik a hibái az autónak. De most igazából, mivel nincsen műszaki vizsga, így az emberek azt se tudják sokszor adott esetben, hogy mondjuk nem jó valami az autón. Nehéz azért eladni ezeket a 8-10 millió forintos autókat, nyilván aki beleüt egy ilyen kategóriába, szeretne cserélni, szeretne másikat, és az van, hogy pár millió forint különbségek, hogy egyik autóból átülnek a másikba, de ezeket egy kicsit azért most nehezebb eladni. Hozzátette, nagy veszélyt hordozhat magában, ha magánszemélytől vásárol autót az ember, mert rejtett hibáiért rendszerint nem vállal garanciát a tulajdonos. Igazából van most nagyon sok ilyen magánszemélyek, és olyanok, akik nincs úgy más lehetőség, nagyon pár százezer forintos autókat megveszik itt nálunk, elviszik, azokon próbálnak keresni pénzt. Jelenleg ez a legnagyobb baj, hogy nagyon sok ilyen olcsó autó van a piacon, ami nem kereskedésekből származik, hanem ilyen nem hivatalos autókereskedektől, nepperektől, és ezek az autók általában mindig úgy végződnek, hogy valami eltitkolt, rejtett hiba van velük, és az a baj, hogy ugye pár százezer forint, 2-300 ezer forintért megvesznek egy autót, nyilván nincs is több pénzük, de ezek az autók nagy esélye nagyon hamarosan hibásak lesznek, és igazából nem lesz, akihez forduljanak. Tehát mind itt nálunk egy használt autókereskedésben, ahol telep van, bármiféle garanciás probléma van, visszajöhetnek az emberek, de ilyen frissen alapított cégek, ilyen fél évig fennmaradnak, meg ilyen katás vállalkozóktól vásárolt autók, azért nagy része ezeknek ez a végük, hogy kifizetik a pénzt, és utána nem tudnak mit csinálni az autóval. Tehát én azért elmondom mindig mindenkinek, hogy lehet, hogy mondjuk egy 300 ezer forintos autó itt nálunk a kereskedésben 400 ezer forintba kerül, de hogyha később ebben történik vele valami, nyilván egy 400 ezer forintos autóra garanciát mi se tudunk vállalni, meg nem tudjuk azt garantálni, hogy nagyon jó lesz, de mi is azért megpróbáljuk azokat az autókat kiszűrni, ami mondjuk még ennyi pénzért egy 2 évig elmegy. Fontos tehát, hogy csak megbízható forrásból vásároljon az ember gépjárművet, és ne sajnálja rá azt a plusz költséget, amivel megelőzheti az ideje korán fellépő meghibásodásokat.